Az ügyészség indítványa szerint a férfi 2023. szeptember 22-től 23-ára virradó éjszaka ittas állapotban megjelent a vele egy hónappal ezelőtt szakító élettársa Zagyvarékasi családi házánál. A férfi a ház udvarára a kerítésen át bemászott, a teraszon található elektromos szekrényben lévő áramvédelmi kapcsolót lekapcsolta, majd a házba bement, abból a célból, hogy azt felrobbantsa. A behatoló úgy tudta, hogy a ház éppen üres, azonban ott aludt egy a házon a tulajdonos megbízásából felújítási munkálatokat végző személy, aki a zajokra felébredt, és a jogtalanul behatoló gyanúsította dulakozni kezdett, melynek során a gyanúsította nála lévő bicskával, mellkason, illetőleg lapockatájon többször megszúrta a sértettet. A dulakodás közben a felújítást végző férfi a gyanúsítottat felismerte, és közölte vele, hogy hagyjon fel cselekményével, mert ismerik egymást, ennek hatására a dulakodás abban maradt, és mindketten az udvarra mentek ki. Ezt követően a sértett távozott az ingatlanból, az elkövető azonban miután egyedül maradt, visszament a házba, és a konyhában a tűzhely és gázcsap közötti gégecsövet a helyéről kiszakította, melynek következtében a nyitott gázcsapon keresztül a lakó épületbe a gáz szivárogni kezdett. A férfi ezután távozott az ingatlanból. A gázszivárgást másnap reggel észlelte a munkahelyéről hazaérkező volt élettárs, és értesítette a hatóságokat. A gázszivárgás miatt robbanás veszélye állt fent, a további gázszivárgást a helyszínre érkező tűzoltók szüntették meg. A gyanúsított bántalmazása következtében a sértett férfi 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá a cselekmény elkövetésének jellegére és indítékára figyelemmel fennáll annak is a veszélye, hogy szabadlábon hagyása esetén az eljárás tárgyát képező cselekményt folytatná. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte.